De mondom, én abszolút éreztem rajta egyébként mindig, hogy azért, na, a Yankee-ket szereted durván, meg azért neked is megvan ez a kis, nem tudom, paraszt dolog bevallani magamnak, nem másokról beszélek, mindig, hogy sajnos engem vonz, tudod, az ottani életérzés, az sok bunkó, egyszerű, de nekünk egzotikus fasság, de ez van, el kell fogadni az emberek magában azt, hogy elvarázsolnak az egyszerű dolgai. Nem azt mondom, hogy irigylem őket, mindenkinek megvan a maga baja. Ó, mondom. De szeretünk oda járni, főleg tartalmi szempontból nekünk nagyon-nagyon hasznos, nagyon érdekes emberekkel találkozol. Abszolút, meg az életérzés, amivel szimpatizálsz, de mondom, ahogy te is mondod, oda járni jó. Ott tenni nem jó. Ott az, ha csak azt mondod, hogy oktatás, meg azt mondod, hogy egészségügy, azt olyat szopol, hogy megbolondulsz. Bérelj egy házat. Ja. Na most pont az a nagyalunk, mondom, hogy egyszerűbb, ha veszünk kint egy autót, mint hogyha bérlünk, mert olyan drága lett nekünk innen. Meg. És valószínűleg ez is lesz, úgy mondom, hogy ezt már figyeljétek. Hú, hallod, emlékszem, mi is béreltünk egy-két autót kint, megvolt tudod így a vágy. Én nagyon szeretem az amerikai autókat, majd beszélgetünk erről, ja. De baszki, amikor tudod, nem is tudom, hanyagyára voltunk kint, tudod, Yukon XL. Ó, igen. Tudod, 2000 mérföldben benne, érted, a csomagtartó záró izén volt ott a zsír, tehát full új, érted, azzal mentünk Vegasba. És tudod, amikor először megérzettünk. Voltál Vegasba? Ja, átmentünk. Ó, játszottatok is? Nekem ez vágy volt, mint a gép. Az a jó. Voltunk egy pászor. Azt a durva, hogy akkor többen voltunk, mikor átautóztunk eléből Vegasba. De utána elmentünk ketten Vegasba Janival, akkor többet játszottunk egy kicsit, de mindig nem ez a lényeg. Vegasban nagyon könnyű játszani. Leültünk a el full jetlagbe, érted? Ígyük már meg egy darács vodkát a Hard Rock Caféba. Megszűnt az volt, képzeld, megvette a Virgin. A Hard Rock? Vegasban megszűnt a Hard Rock. Lementünk a Hard Rocknak a bárjába, és tudod, hogy bárpult, és geci benne volt a pénzbeszedő, és már játszhatta a pultot, mert vagy monitor volt az egész. Ó, bassz, meg ahogy a bárpulton. És $70 volt a darács vodka. Ezt nem tudtuk. Megittunk fejenként, tehát ugye van? Podcastjuk jól érezni magunkat, közben etettük a gépet is. Figyelj, mondom, Ruder, most annyira turisták voltunk, amennyire lehet, figyelj, egy vagyot adhattunk. De közben így pörögtek a karikán az ukrán tornászlányok egy méterrel a fejed fölött. Így ülsz, pörögnek egy karikába. Konkrétan ez volt, bazd meg, van róla képem. Így ülsz ott a $70-as narancsvodkán, eteted a gépet. És... mindig Alice csoda országot, a Bruder, sosem megyünk haza innen. De ezért olyan zsír, mert hiába jössz rá, mennyi volt a cég. Mindegy, milyen vinnyogtunk a rögést, felmentünk, tudod, meg szegény vinyusért. Hol voltatok? Rá, megnéztük, ez mennyit költetek, mondjuk $2000 leszek.